szeptember 2-a van, déli 12 óra, a Fehér Farkastó karibú táborban. Ma van az utolsó vadásznapunk, én már a táborban maradtam, mert meglőttem mind a két bikát. Ricardo és Jake elment, és nagyon remélem, hogy egy nagyon szép trófeával fognak visszajönni. Ricardónak van még egy engedélye. Az elmúlt napokban eléggé szeles volt az időjárás, ami egy vadászhíjásznak a dolgát nagyon meg tudja nehezíteni. Ma viszont általános meglepetésre teljes a szélcsend. Tehát amióta itt vagyok éjszakon, én még ilyen szélcsendet nem láttam. Minden amellett van, hogy ma eredményesek legyenek. Karibukat eddig is láttunk, tehát állatokból itt nincsen hiány, csak egyszerűen a körülmények nem tették azt lehetővé, hogy Ricardo sikeres legyen. Most teljesen egyedül vagyok itt, Pet az én vezetőm, ő elment reggel horgászni, kérdezte, hogy van-e kedvem vele menni, de hát nem volt. Inkább itt maradtam a táborban. A grizzly az továbbra is itt van a környéken, és ezért mindenhova itt viszem a puskát. Ugye most egyedül vagyok, különösen kell figyelnem. Tehát mind a két vezetőt aggasztja ez a medve, és főleg az, hogy friss hús van a táborban, és ennek a szaga elég messzire elér. És amikor Pet egyedül hagyott engem, akkor direkt megkért arra, hogy sehova ne menjek a 12-es sörétes nélkül. Ebbe breneket töltények vannak, az itt csak egy ilyen tartalék töltény, és ezzel kell, ez egy ilyen önvédelmi fegyver itt a táboron belül. Ez itt az étkező barakkunk. Ez az a hely, ahova egyetlen egy alkalommal se érkeztünk meg idejébe, és ezzel a gutaütést hoztuk a vezetőinkre. Most legutóbb majdnem 2 órát késtünk reggeliről, de most már ezt így nagyjából elfogadták. Körbe mutatom azért ezt is. Nem mintha olyan sok néznivaló volna rajta. Összesen ennyi. Ebből a gyümölcskonzervből napi 1 kartont eszem meg. Ilyet találnom kell otthon is. Enélkül most már nem tudok élni. Nagyon eredményes volt ez a vadászat. Legalábbis számomra. Annak ellenére, hogy nem jöttem jól ki a vezetőmmel, az tény, hogy 2 nagyon szép karibut sikerült elejtenem, és ez a legfontosabb. Jól éreztem itt magam nagyon, főleg a 2 zsivány vadászhíjásznak köszönhetően. Hihetetlen, hogy mennyit baromkodtunk itt az elmúlt napokban. 2 nagyon-nagyon belevaló srác, és nagyon-nagyon jó vadászok. Amit a vadászhíjászok az álcázásról, a cserkelésről tudnak, az egészen lenyűgöző és tiszteletet érdemel. Jake, ő az idősebb, 6 hónap alatt meglőtte az amerikai Grand Slamet, ez a 4 amerikai vagyú faj elejtését jelenti, mindezt íjjal. Jake-nek kiváló vadismerete van, egyetlen pillanat alatt tudja elbírálni a trófeákat. Én végig egyébként az volt az érzésem, hogy ő az itt az egész társaságban, aki a legjobban ért a karibú vadászathoz. És nagyon szerencsésnek tartom magamat, hogy 2 ilyen, hát nyugodtan mondhatom, hogy világhírű és világjáró vadásszal lehettem ezen a táborhelyen, akik egyébként nagyon-nagyon jó vadásztársak és cimborák voltak végig.